A beledi Horváth Lajosné Ami néni évek óta foglalkozik lovasoktatással Beledben. 6 éves korában ült először lóra. Nagyapjának voltak lovai, és ott tanulta meg a lovaglás alapjait. Véleménye szerint már 6-7 éves korban érdemes elkezdeni a lovasportot. Nem engedett! Bravo, balkész! Bravo, jó voltál! Horváth Lajosné vagyok, Beledből, Berki Istállónál vagyunk a lovaknál jelenleg. Üdvözlöm a Kázbás Lába közítévér nézőit. Önt úgy hívják itt Beledben, hogy Ami néni. Igen. Hát így ismerik. Igen. Úgy hívnak. Beledben is, Kapuváron is, Csornán is, itt a hölgy is, meg az úr is Ami néni, holott hát nem tudom miért. Mióta foglalkozik lovakkal? Hát, mióta foglalkozom lovakkal? Itt 2000 óta foglalkozom, de egyébként nem tudom, én ezzel születtem szerintem, hogy a lovakat szeretem. 6 éves koromban ültem azt hiszem először lovon, nagyapámnak voltak lovai, és ott ugye ez faluhelyen természetes dolog volt, nem lányoknál, hanem fiúknál, hát 9 fiú unokája volt, én voltam egyedül lány, és én lovagoltam, vagy hát engem tanított lovagolni, lovazni annak idején annó. És a fogásokat így sikerült elsajátítani? Tehát hogyan hát kell belovagolni? Hát végül is ott még olyan, hát elég szigorú volt már, ugye, hát mindig is lovazott, és hát az nem szerette, ha bántjuk a lovat, vagy rukkapálunk vele, vagy áruljuk az eszünket, nem szerette egyáltalán. Úgyhogy ez későbbre is megmaradt a lószeretet, és egy bizonyos fukó ló alázat a ló iránt, már annélkül nem megy. Mert hát a ló az egy 6 mázsás állat, én meg vagyok olyan 65 se, hát azért vegyük tudomásul, hogy az azért erősebb azt, amit ő akar. Ha meghagyom neki, akkor meg is csinálja. Ha megengedem, meg is csinálja. Úgyhogy ezt próbáljuk úgy korrigálni, hogy ne az ő akarata legyen a mérvadó. Ugye a lovas oktatás előtérbe került az elmúlt évtizedekbe, egyre többen lovagolnak, ugye itt Beledben is azért hála Istennek egyre igen. többen. Ugye az elmúlt időszakban bemutattuk Kesik Mirellát is, aki igen, már versenyszerűen lovagol. Igen, igen. Miért jó ez, hogyha valaki megtanul lovagolni? Hát nézze, talán minden izmot átmozgat, egy bizonyos fokú szabadságérzetet ad lóval kimenni terepre, vagy csak úgy kimenni egyet, körülnézni. Egész más, mint ha most én autóból látom az, hogy ott egy őszfut vagy egy nyúlnyargal, mert azt egész közel engedi a lovas embert esetlegesen, és az egy jó, most már ritkábban lovagolok, de azelőtt sokszor kimentünk, egyet körülnéztünk, csak azért, hogy körülnézzünk. Ugye szó van arról, hogy az oktatásba is bevonják igen. mindezt, tehát most a gyerekek, akik az általános iskolákban tanulnak, ha van kedvük, akkor minél többen tanulják meg a lovaglást. Igen, nehéz igen. megtanulni, erre születni kell, hát, vagy a fogásokat hát el lehet sajátítani? Azt azért nem egy könnyű feladat. A tévében ugye látják, jöttek a gyerekek, hogy biztos könnyű, már láttam a tévében. Aztán amikor fölülnek rá, akkor látják, hogy nem olyan könnyű. Bizony, ez nem olyan könnyű. Hát ugye összeszedettséget kíván. Nem lehet másfelé figyelni, oda kell összpontosítani, mint minden sportnál, szóval az előtérbe kerül. Mikor érdemes elkezdeni? Hát nézze, azt már kérdezték tőlem, meg hoznak ide óvodás gyerekeket is. Hát olyan elsős korában, 6-7 éves korában már elkezdheti a lovaglást, mert hát akkor már van egy kis ereje, úgyis futószározás van először, amit nagyon nem szeretnek a gyerekek, megmondom őszintén annak idején én sem. De hát az ABC is az A betűnél kezdődik, és sajnos nagyon sokan át akarják lépni, ami nem igazán megy. Mert ugye gondolom mindenki szeretne már szabadon lovagolni. Hogyne, az az első nekik, hogy ők aztán most már mennek is ki, ma nyargalnak is, meg mit tudom én. Csak aztán, amikor itt se tudnak vele boldogulni, akkor döbbennek rá igazándiból, hogy ez nem úgy van, ahogy a nők elképzelték, de amúgy nagyon aranyosak, kedvesek, hát gyerekek.
És jó irányba halad a lovasoktatás véleménye hát, szerint? Hát nézze, ezek a régebbi lovasoktatók, akik az öregektől tanulták, azokkal nincs úgy különösebb gond, de ezek a fiatalok, ugye ezek nagyon szeretnék egyszerre. Hú, most aztán megyek nagy versenyre a gyerekkel, és ugye ott döbbennek rá, hogy hát sajnos nagy a hiányosság, és akkor ugye ütve várva van a ló, már a ló nem fogad szót, holott a ló azt tudja, hogy mit csinál, csak ugye kis lovasa nem, úgyhogy ez a nagy veszőfutás a lovasoktatásban, hogy nem, az alapokat nem igazán tanítják meg, úgyhogy ezzel nagyobb a gond. Gondolom az idejét is leköti a gyerekek tanítása, nevelése. Igen, leköti, sokszor jobban elfáradok, mintha magam lovagol, hát, mert ugye azért minden gyerek más, oda kell figyelni, a ló minden mozdulatát ismerni kell, rezdülését, hogy most mint töri a fejét, kiugrik a gyerek arról, nem ugrik ki a gyerek arról, hogyan megy, mint megy, úgyhogy van mindenféle gyerekünk itt is. És ugye itt azért rájönnek, hogy hát nem hagyom nekik, mert elég szigorú vagyok. Ugye ön tevékenységhez hozzátartozik, hogy a kapuvári lovasbandérium összeállításánál is segítkezett, felügyelte, hogy az megfelelő módon történjen. Igen. Milyen emlékei vannak erről az időszakról? Hát végül is ügetés. Rossz emlékeim nincsenek róla. Úgy megszerettük egymást, talán. Nem tudom már. Hát, most már megállják a helyüket a kapuváriak? Igen. Csak ugye az a gond, hogy ott is az idő. Hát mindenki dolgozik, csinálja a maga dolgát. Nagyon aranyos, kedves emberkék. Hát elfogadtak-e, nem? Hát azt azoktól kellene megkérdezni már végül is. De ugye kell időt hagyni a lovakra, igen. Sokat hát kell tanulni. Az idő az nagy kincs, de itt a lovaknál nem lehet időhöz kötni semmit, mert átló. Két egyforma nap soha nincs itt. Két egyforma nap, úgyhogy mindig másra ébredünk. Annyi. Milyen korosztályú gyerekekkel tud foglalkozni Beledben? Hát nézze, ő kislány, most harmadikas lesz. Hát balediák egész őszintén nem, talán két baledi lovasom van, ha jól emlékszem, ha jól tudom. A többi Kapuvárról, Szélból, Csornáról, Vásárosfaluból, Isten tudja, honnan nem járnak. Baledből nagyon kevesen, már itt van hájba, szóval nem, nagyon kevesen járnak Baledből. És mi az ön titka, miért kedvelik önt, hiszen azért, ha hát beszélgetünk, nézze, akkor... Hát kedvelnek-e, nem, azt nem tudom. Megpróbálom magam hát elfogadtatni, megkedvelni nem fognak, mert ugye ahhoz egy kis szigor kell, és a gyerekek nem nagyon szeretik a szigort, de ugye elfogadják, és ha nem tetszik neki, nem jön annyi. De akkor se engedem azt, hogy itt hangoskodjon, lóson, fusson. Ha végzett a lovaglással, a lovak bent vannak, kiskör, kint vannak, akkor szoktak futkozni, rohangászni, lelkük rajta. Gyébként is elment mellettünk egy lovas, és már utasította is, hogy mit tegyen. Igen. Az az emberben bent van valahogy mindig, hogyha itt van, akkor fél szemmel mindig oda kell figyelni, mert azért az felelősség, vagy tudomásul. És önnek mit jelent a legnagyobb örömet ebbe? Hiszen ide jönnek olyan gyerekek, akik még nem ültek lovon, később meg olyan szépen megtanulnak. Igen. Na hát az is egy nagy öröm van. Ő ma versenyekre jár, ő is lovagolt nálom. Ki van most a lovon? Ő Takács Eszter Csornáról, ő is a kapuvári lóbarátokhoz tartozik. Ő neki van lova, otthon is lovagol, és versenyekre is jár, jó kis eredményeket szedett ma össze. Szélből van egy kis helyes kis leányzó, ő is már nagy lány, ő már nagy pályákon is megy, A1-en, A2-kön, az is itt kezdte, ő a Lengyel Dóri, nagyon ügyes, nagyon aranyos kislány tényleg. És ugye a legkisebb eredménynek is lehet örülni. Most hoznak hozzám ilyen
oxigénhiányos, két kis oxigénhiányos gyerekem van, és annak is örül az ember, ha egyáltalán meg tud maradni a lovon. Ugye az is, hát most nem nyargalászik, de megcsinálja a feladatát, tornászik, vagy mit tudom én, ügárgát, ahogy kívánja, vagy hát ahogy észreveszem, hogy elfárad, ugye ők azért mások. Egész. És meddig lehet ezt tenni? Tehát meddig lehet oktatni a fiatalokat? Hát nézze, én már jó ideje nyugdíjban vagyok, hát még bírom, csinálom. Úgyhogy nem tudom, még egészségem engedi talán, na az Isten tudja, nem tudom. Szeretném még egy kicsit csinálni, aztán majd meglátjuk. Köszönöm beszélgetést. Én köszönöm szépen.